Három évente rendezik meg a Magyar Ökológus Társadalom legnagyobb tudományos találkozóját, a Magyar Ökológus Kongresszust. Ennek célja, hogy áttekintést adjon a tudományos kutatások legújabb eredményeiről. A három nap alatt tematikus előadásokat hallhatnak az érdeklődő szakemberek a főbb kutatási területekről, például a klímaváltozásról. A klímaváltozás az nagyon összetett módon jelentkezik, a világ különböző pontjain különböző hatásokkal lehet találkozni, és a mértéke is nagyon eltérő. A sarkvidékeken például úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb mértékű a felmelegedés, még vannak területek, ahol ez szinte alig érződik. Nem csak a melegedés okoz problémát, hanem például Magyarország esetében sok területeken a tartós szárazságnak a megjelenése, hosszabb aszályoknak a kibontakozása is komoly problémát jelenthet. A klímaváltozás okozta hőmérséklet emelkedés a század végéig meghaladhatja a 2 fokot, ez pedig beláthatatlan és visszafordíthatatlan károkat okozhat a Földön. Nem kivétel ez alól Magyarország sem. Az itt található mezőgazdasági területeken a csapadék hiánya a legnagyobb probléma, hangzott el a megnyitón. Magyarország nem nagy ország, de ettől függetlenül óriási különbségek vannak, például a csapadék éves mennyiségét illetően. Az ország nyugati észak nyugati tájain akár 2-szer annyi csapadék, vagy közel másfélszer 2-szer annyi csapadék is esett, mint mondjuk az Alföld szívében, déljárásában például. Itt a nyírségben egy kicsit jobb a helyzet a Alföldön belül, mondjuk, mint a Hortobágyon, vagy mondjuk a medence központi részein. Ráadásul, amennyire jól tudom, a ország északkeleti részeit a csapadék csökkenése kicsit kevésbé érintette. A szakember kiemelte, térségünkben homokos területek vannak, ezeken gyorsan átfolyik a víz és a felszíni rétegek hamar kiszáradnak. Ezért itt egy rövid távú szárazság is komoly gondokat okozhat.